Nem fizetnek a szerbek, ezért várhatóan felfüggesztik Janics Natasa versenyzési jogát. A pénteki határidőig ugyanis nem érkezett meg a Magyar Kajakkenu Szövetség által kért 42 millió forint. Ezért a háromszoros olimpiai bajnok kajakos valószínűleg két évig nem versenyezhet szülőhazája színeiben. Janics Natasa menedzsere viszont azt mondta híradónknak, hogy vannak bizonyos módszerek, amikkel a sportoló akár már jövőre elindulhat versenyeken szerb színekben. Vastapssal fogadták az olimpikonokat, miután hazajöttek Londonból, Janics Natasa is ott mosolygott a többi magyar versenyzővel. Azóta viszont szinte csak arról hallani, hogy elhagyja az országot, és visszamegy szülőhazájába, Szerbiába. Ezek a képek a Belgrádi Testnevelési Egyetemen készültek, ahol múlt héten tartott előadást a kajakos. Itt azt nehezményezte, hogy nem tették lehetővé neki, hogy az egyéves kislánya Milana ott lehessen vele az olimpián, szerinte ezért nem nyert aranyat. Szinte mindenkire benne maradt egy tüske, egy rossz érzés. A Kajakkenu Szövetség alelnöke nem érti Janics Natasa reakcióját, azt mondja, a szövetség mindvégig kiállt mellette, és minden lehetőséget biztosított neki, hogy megfelelően tudjon készülni az ötkarikás játékokra. Nem akarta talán megérteni, hogy nyilván egy csapatvezetésnek más szempontja is lehetnek, hiszen hogyha az összes csapattagnak a hozzátartozói ott lennének, akkor kezelhetetlenné válna ez a helyzet, és hát nem lehet ebben igazából ilyenkor kivételt tenni. A szövetség alelnöke szerint, bár a sportoló szeretei egy közeli szállodában laktak, minden délután tudott találkozni a kislányával. A Blick közben arról írt, hogy 8 millió forintba került a sportoló több hónapos külföldi edzőtáborozása, amin a családtagjaival együtt vettek részt. A válogatott többi tagja viszont alap szerint csak a fejenként 600 ezer forintba kerülő isztambuli táborozáson volt ott, egészen más körülmények között. Janics Natasa menedzsere szerint viszont a kajakos volt az egyetlen magyar sportoló, akinek csecsemőkorú gyermeke volt, ezért az ő esete teljesen egyedi. Kusztusnak tartom, hogy most hány torgatják fel ezt a többletköltséget, úgy, hogy múlt év szeptemberében az volt a kifejezése a Kajakkenu Szövetség vezetőinek, hogy nem tud olyat kérni a Natasa, amit ne kapna meg ahhoz, hogy ő az olimpián dobogón legyen. A nemzetközi átigazolási időszak egyébként pénteken járt le, de a Magyar Kajakkenu Szövetség nem kapta meg a 150 ezer eurós, vagyis 42 millió forintos felkészülési hozzájárulást, ezért várhatóan nem adja ki a háromszoros olimpiai bajnok kajakos versenyzési jogát. Menedzsere szerint azonban vannak jogi eszközök, amiknek a segítségével akár már jövőre rajthoz állhat Janics Natasa, mégpedig szerb színekben.